A helyi közösségi tevékenységek támogatása Tolnán című projektben vett részt a Vosinszky Mór óvoda. A megvalósult programok kulturális értékeket közvetítettek, valamint fejlesztették a gyermekek személyiségét, innovatív gondolkodásukat, empátiájukat, toleranciájukat. Továbbá a közösségépítés igen magas szintre valósult meg a pályázatnak köszönhetően, mondja németné Szűcs Melitta intézményvezető. 5,2 millió forintot nyertünk, a gyerekeknek tudtunk ebből 7 programot megvalósítani. Volt egy városi vonatozásunk, ami nagyon nagy élmény volt, nem csak a gyerekeknek, a dolgozóknak, sőt még a város lakosságának is, ahogy a kis vonattal körbejártuk a várost. Ez akkora nagy siker volt, hogy utána már egy más rendezvényekre is Tolna város meghívta ezt a kis vonatot. Aztán volt Óvi Mikulás rendezvényünk, aminek azért örültünk, mert így egy helyen lehettek volna a gyerekek, de sajnos a Covid miatt egy online kellett megtartsuk, de mégis a Tolnai Kulturális Központban az egyes óvoda gyermekei azért találkozhattak, így kicsit jobban megismerhették egymást. Aztán volt egy gyereknapunk, ahol szintén vonatozhattak a gyerekek, valamint mindegyik óvodába. Egy fagyis autó meglepte a gyerekeket, ahol jégkrémet kaptak, valamint ugrálóvár várta őket, és egész nap a mozgásukat fejlesztettük ezáltal. Továbbá mindegyik tagintézményben volt kézműves foglalkozás, amely többek között a gyerekek finom motorikáját fejlesztette. A közösségi érzés, ahogy ott együtt munkálkodtak, a kicsiket segítették a nagyok, és volt egy táncos mulatságunk, a Kolompos zenekar tartotta számunkra. Ezt azért éltük meg nagyon jól mi is, illetve a gyerekek is, mert egy helyen volt az összes gyermek az 5 telephelyről, és egy fergeteges jó napot tölthettek ott el együtt a zenekarral. Ugye a néphagyományok őrzése is nagyon fontos, és rengeteg népdallal, népi játékkal ismerkedhettek ott meg a gyerekek. És ami egy kuriózum volt, az pedig egy utazó planetáriumot hívtunk meg, ahova minden gyermek eljutott. Ugye vidéki gyerekekként ők nem nagyon jutnak el planetáriumba, mert csak Pesten van, és így ide varázsoltuk a számukra az égboltot, a bolygókat, a csillagokat, és a gyerekek nyelvén egy mesébe ágyazottan ismerkedhettek meg vele. Ez a felnőtteket ugyanúgy lenyűgözte, tehát egy nagyon-nagyon jó élmény volt számukra. Az óvodákban évről évre egyre több hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek jár, akiknek szülei ilyen programokon való részvételt nem tud biztosítani. Így számukra is nagyon jó programokat tudtunk megvalósítani, és nem kellett ezért a szülőknek külön fizetniük, úgyhogy mi nagyon örülünk ennek a pályázatnak. Sok munkánk van benne, de minden egyes program után úgy éreztük, hogy ez megérte, mert ennyi mosolygos gyermekarcot látni pedagógusként, ez egy igazán nagy öröm. Körülbelül most olyan 390 gyermek jár, ez ugye változott, mert a Covid miatt sajnos kitolódott ez a projekt, és akkor így változott a gyerekek száma is, tehát végül is most több gyermek vett részt, mert volt, aki a tavalyi programokba vett részt, utána elballagott, így jöttek a kicsik, ők pedig ma az idén, vagyis hát utána vehettek részt ezekben a programokban, úgyhogy mi nagyon örülünk ennek. 2020-ban kezdtük, és akkor szerettük volna ugye befejezni, de pont akkor jött sajnos a vírus, és 21 decemberében volt az utolsó programunk. Még egyetlen egy programot emelnék ki, ami nem a gyerekeknek szólt, hanem a felnőtteknek, a pedagógusoknak, dajkáknak. Ez egy játékos matematikai tréning, az Így tedd rá néphagyományőrzésre épülve táncos, énekes, matematikai fejlesztést tanulhattak a pedagógusok, de ugye ez is a gyerekek ebből majd kamatoztatnak, mert ezeket a játékokat az évek folyamán viszont a gyerekekkel tudják majd játszani a pedagógusok.